Sziasztok! A mai részben egy krokodil támadásról lesz szó. Egy fiatal lány, németországi lakos, 23 évesen belső diplomával, frissen szerzett diplomával, úgy dönt, hogy a hugával együtt Ausztráliába utazik, hogy ezt a diplomát megünnepelje, és már nemzetközi szinten is, azért már kezdték megismerni a nevét. Úgy volt vele, hogy megünnepli a diploma megszerzését, és mielőtt belevágna a munkába, hogy a karrierjét építse, azelőtt egy örök életre szóló emléket akar magának. Ezért döntött úgy, hogy a hugával, a 21 éves Valerivel Ausztráliába utazik. Ott egy szervezett túra keretében egy négy napos túrára fizettek be. Sajnos pont az utolsó napon történt meg a tragédia. Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt az Állatpolgár. Ausztrália Kakadu Nemzeti Parkról van szó, és ez az északi területen van. A túravezető Glenn Robles volt. A Jordan nővireken kívül még volt hat turista ebben a túracsoportban. Andrew Waters, egy brit állampolgár, Carmen Willi, német, és James Rothwell, szintén egy brit volt még ebben a csoportban. Ezen kívül még voltak mások is, csak ők jobban szerepet játszanak majd ebben a tragédiában. Október 20-án kezdődik az egész vezetett túra. Glent nem csak, hogy a helyiek ismerték és szerették, szerették az utazók is, a turisták is, nagyon jó vezetőnek tartották. Glenn pedig fotózta az utazókat, Ausztrália gyönyörű tájain, és ezt meg is osztotta a saját felületein. Mindenki azt látta, hogy Glenn szereti a munkáját, és a turisták is szeretik őt. Október 20-a, 21-e jól telt, sok helyen voltak, sok helyen fürdőztek is, mint például a Moline Rock vagy a Jim Jim Fals nál Aztán elérkeztek Sandy Creek közelébe. Itt nagyon sok helyen ki van táblázva, hogy krokodil veszély van. Ennek ellenére történt egy nagyon furcsa eset. Azt hozzá kell tenni, hogy az északi területen a túravezetőkkel szemben sokkal kevesebb volt akkor még a követelmény. Nem volt például képzés számukra, amiben elsősegét tudnának nyújtani, vagy újra tudnának éleszteni valakit, különféle biztosítások sem voltak szükségesek számukra, tehát sokkal kevesebb követelmény volt velük szemben. A Kakadó Nemzeti Park követelte a túravezetőitől, hogy mindig figyelmeztessék a turistákat, hogy nagyon veszélyes, bizonyos helyeken fürödni, mert ott például sok a krokodil. Ők nem tilthatják meg, de biztonsági intézkedéseket tehetnek, vagy kötelességük figyelmeztetést adni, de nem gátolhatják meg, ha a turista ennek ellenére belemegy és fürdik abban a, a folyóban. Tehát a nemzeti park, és az idegenvezetőket mindig is kötelezték arra, hogy figyelmeztessék a turistákat. Ennek ellenére október 22-én maga Glenn tanácsolta azt, hogy akkor úszanak ott. Bár mindenhol, nagyon sok tábla van, nagyon sok nyelven van kirakva, hogy itt krokodil van, ennek ellenére a turisták kiben bíznak a túravezetőben. Nyolc turistával hat glent választotta, hogy elmennek akkor fürdőzni Ketten a parton maradtak. Andrew Waters, brit volt az egyik, aki ott maradt. Ő egy hangszeren gyakorolt, inkább. Amúgy kilenckor volt a vacsor, és ez, ez ilyen fél tizenegy körül történt. Tehát sötét volt. Glenn úgy ellenőrizte, hogy van-e krokodil a környéken, hogy fogott egy zseblámpát és pásztázta a vizet. Ugye a krokodil szemét kereste, mert az megcsillanna a zseblámpa fényében. Mivel ezt a zseblámpa tesztet ő elvégezte, és azt mondta, hogy látott frissen nyitott kagylókat a parton, ezért bemelt fürödni. Mit jelent a frissen nyitott kagylók? Azt, hogy akkor itt valószínű őslakosok, fürödtek ugyanis ahol az őslakosok fürdenek, ott nincsenek krokodilok, hiszen ki más tudhatná a legjobban, hogy ez a hely biztonságos, hanem az őslakosok. Glen azt mondta, hogy már aznap is látott őslakosokat a környéken fürödni, és ezen a területen őslakos nem látott fürödni, de ott voltak a nyitott kagylók, tehát akkor szabad a pálya. Belementek a vízbe, mindenki elveszt az egészet, aztán Glenn ott hagyta őket a vízben, őket hatukat, és ő elment, mert észrevett egy másik túravezetőt is, aki egy másik csoporttal volt, de ez a túravezetővel akart beszélgetni. James Rothwell, az egyik brit turista, aki bent volt a vízben, ő érezte, hogy it, ha valami a lábát súrolná, azt hitte, hogy ez valami csíny a többiektől, hogy meg akarják őt ijeszteni. Egy pillanatra megérdem, úgy nevetett ő is az egészen. Minek élvezte a fürdőzést is, nevetés volt, és jó hangulat. Aztán egyszer csak valami elragadta Iszabelt. Ezt nem vették elsőre észre, pedig még a húga is ott volt, de ő vette észre, hiszen mindenki jól érzte magát, fürdözött. Aztán amikor észrevették, hogy Isabel eltűnt, akkor kezdték összerakni a képet, hogy amúgy ez egy krokodiloktól hemzsegő terület amúgy, és mindenki megijedt, és elkezdte kiúszni a partra. Először James ért a partra, ugye aki érezte, mintha valami megérintette volna a lábát, valami nagy dolog. James ért a partra, megfogta gyorsan a zseblámpát, ami ott volt a parton, és elkezdte pásztázni a területet. Eleve azért, hogy Izabelt keres, nem azért, hogy a krokodil szemek villanak-e, de hogy kereste Izabelt, egy krokodil szem villant meg a zseblámpa fényében, és ami még rosszabb volt, Isabel ott volt a krokodil szájában, majd a sötétben elúszott a krokodil, belevitte a vízbe. Isabelt és, és elúszott. Rögtön értesítették Glent is. Glenn oda a másik túravezetővel együtt ide a park szakaszra. Ők is nézték még zseblámpával, gyorsan próbálták kutatni a környéket, de már hívták is azért a parköröket és a rendőrséget is. Gary Lindner volt az egyik parkőr, aki elkezdte, folytatta a kutatást Isabel után. Ő neki amúgy van egy teóriája, hiszen James is mondta, hogy ő is érezte ezt a lába mellett elsuhanó vagy elúszó valamit, és akkor miért nem James vitte el, és Gary Lindner mondja azt, hogy, hogy ő neki már nagyon sok éves tapasztalata van, hogy ő szerinte a krokodilok azért a nőkre támadnak inkább, mert itt a lány Izabella esetében is ugye az volt, hogy ő nő volt, és kisebb termetű, hogyha a menstruációs ciklusban találják meg a prédát, akkor még agresszívabbak a krokodilok. A férfiakkal szemben annyira nem. Ez is lehet az oka, hogy pont Észabelt volt el. Nem tudom nektek mi a véleményetek, ha gondoljátok a kommentben, írjátok meg, hogy szerintetek azért pont Észabelt volt el, mert ő kisebb volt és nő, vagy mi lehetett azok? Ugyanis, ugye minél tovább tart a keresés, annál kevesebb a remény. Végül is hajnalban megtalálták a krokodilt, két kilométerrel Isabel Izabel holtestével együtt. Ilyenkor szigonyokkal próbálják a krokodilokat elkapni, befogni, és találtak egy krokodilt. Itt kettő adatot is találtam, tehát eltérő adatot arról, hogy mekkora volt a krokodil. Az egyik egy kicsit kisebbnek, a másik egy picit nagyobbnak mondja, de ha a kisebb eredményt mondom, akkor is egy 4,2 méteres és egy 400 kilós krokodilról beszélünk. Az simán el tudta kapni Izabelt, és a víz alá húzta, és megölte őt. Ugye megtalálták Izabel holttestét is. Később megállapították, hogy Izabel nem a krokodil harapásába halt bele, hanem vízbe fulladt ugye valószínűleg akkor, amikor a krokodil lehúzta őt a víz alá, amikor ment el a, a többiektől, és akkor fulladt meg a lány. Tehát ezért kérdezem én a ti véleményeteket is, hiszen egy több mint 4 méteres krokodilnál szinte minden lett volna, hogy a férfit kapjál, vagy a lányt ott a sötétben. Általában a krokodilok csak úgy vannak a parton, mozdulatlanul csak nézik a prédát esetleg, de a vízben már nagyon mozgékonyak. Akkor ott szinte válogatott a krokodil, amikor James lábánál is elment. Nem egy aktív krokodilt érzett, hogy a lábánál is csak egy ilyen nagyon lassú mozgást érzett a lábánál. Majd hirtelen támadt rá a lányra. Ezt, hogy miért pont Iszabelt, is ezt elvileg nem lehet tudni. Linnertnek a, a gyanúját pedig már ismertettem. Ugye megindult a nyomozás. Megindult Glen ellen is, a túravezető ellen is, hiszen Miért ő találta ki, miért ő mondta azt, hogy úsztunk azon a területen, ahol ki van táblázva, hogy tele van krokodilokkal. A Nemzeti Park is elmondta, hogy ők figyelmeztessék ugye a turistákat, hogy ne ússzanak erre, ő viszi be a turistákat úszni. Mi történhetett aznak? Kiderült ki, hogy se drog, se alkohol hatása alatt nem volt a férfi. Nem értették. Azért is kezdődött el akkora nyomozás, nem csak azért, mert haláleset történt, hanem a turizmus nagyon-nagyon erős ágazata ennek a területnek. És hogyha itt ilyen dolgok történnek, akkor a turizmus visszaesik, és akkor az egész szektor az szinte összeomlik. Nagyon le nehéz lesz helyreállítani. Ekkor derültek ki vagy ismét kerültek a felszínre azok a dolgok, hogy az északi területen sokkal kevesebb az elvárás a túravezetőkkel kapcsolatban, ezt erősíteni kéne, minimum az elsősegélynyújtás, az újraélesztési tanfolyam, a különféle biztosítások, hogy legyenek meg a túravezetőknek, ez elvárás kell, hogy legyen. Aztán később amúgy azt is kihozták az ítéletekből, hogy igenis az államnak is közbe kell avatkozni, hogyha a túravezető elmondja, a turistának, hogy nem menj be a vízbe, mert tilos, mert mondjuk tiltanák, hogy be lehessen menni a vízbe. Eddig csak a túravezetők biztonsági szabályokat mondtak el. De attól függetlenül a turista választotta azt, hogy bemegy, vagy meghal, vagy nem. Na de, most azt a szabályozást indították el akkor, 2002-ben, hogy, hogy igenis tiltsák ezt, és ha ennek ellenére a túravezető utasítása ellenére valaki belemegy a folyóba, akkor azt igenis azonnal el kell távolítani onnan a, a rendőrség, a hatóság által. Ha valaki pedig túravezetőként mondja, vagy csak megengedi azt, hogy valaki fürödjön a folyóban, akkor a túravezetőt is azonnali hatája ki kell rúgni, eljárást kell ellene indítani. A férfi ellen emberölés volt a vád. Azt meg később Glen be is vallotta, hogy ő bűnös abban, hogy ő akkor nagyon hibás döntést, egy veszélyes döntést hozott. Később a vádat csökkentették, végül is mulasztás lett az egészből, mulasztás miatt halálozás lett végül is a vád, és ezért három év felfüggesztettet kapott. Bár örökre együtt kell élnie ezzel a lelkismeret de az ő szempontjából de legalább nem börtönözték őt be. Azt is hozzá kell tenni, hogy ugye fontos a turizmus csak ebbe a nemzeti parkba évente országos és nemzetközi szinten összességében 150 ezer turista érkezik. És nagyon sok közöttük az, aki hát nagyon szép szóval mondva alul képzett, és nem tudja felmérni a veszélyt. Nem ismeri az állatokat. Különféle platformokon, Instagram vagy Youtube-on lát ilyen cuki állatokat, amikor modellek fotózkodnak ezzel az a lamazza, és nem tudják, hogy milyenek is azok a vadállatok. A sósvízdi krokodilok amúgy azért szaporodtak el annyira Ausztráliában, mert védetté váltak. Így nagyon gyorsan el tudtak szaporodni, viszont Ezáltal meg gondot okoztak saját maguknak az ausztrálok, hiszen most a turistákat kell védeni. Tőlük az alulképzett, burta turisták, akik bárki van táblázva a több nyelven, bár elmondja a túravezető, hogy nem menj be, mégis bemennek. Úgyhogy ezzel ellen kell nagyon küzdeni, és egyre szigorúbb lépéseket felvenni. Maga a turisták érdekében is, és maga az ágazat érdekében is. Van még egy kérdésem, hogy szerintetek ki a felelős ilyen helyzetben? A túravezető? Vagy az a turista, aki mindennek ellenére csak és kizárólag a túravezetőnek hisz. Nem áldozathibáztatásról beszélek, hanem csak a véleményetek érdekel ezzel kapcsolatban. Nekem megvan a magam véleménye, szerintem a túravezetőnek van a legnagyobb felelőssége ebben, hiszen ő van otthon, de ha a turista többször is szembe találkozott azzal, hogy ezen a területen sok krokodil található, akkor nem megy be arra a területre. Nekem ez a véleményem. Persze nem hibáztatom Izabelt, hiszen ha azt mondta a túravezető, hogy ezt a hat embert ő beengedi a folyóba, akkor nem gondolhatta azt, hogy megtámadja egy krokodil hit, hit ennek az embernek. Köszönöm, hogy ezt a részt is megnéztétek kommentben pedig hagyjátok meg a gondolataitokat ezzel az ügyel kapcsolatban, vagy válaszoljatok a kérdéseimre. Ha újak vagytok, akkor esetleg iratkozzatok fel. A következő rész egy víziló támadása lesz. A támadás pedig a megmentője ellen irányul. Pár képkockát láthattok is a következő videóból.